Üdvözlök mindenkit 2022 utolsó videójában. Évelején az első videóban megígértem azt, hogy megnézzük, hogy mennyit változott az én setupom, ahol a videókat készítem, ahonnan streamelek, ahonnan dolgozok. Úgyhogy én nem is húzom az időt. Lássuk! Van az ágyam, itt nagyon sok változás nincsen, még mindig itt van ez a kis RGB-s izzó, valamint ott van még a LED szalag is. Ugye ez a streamekből lehet ismerős, mert ez adja a háttérvilágítást. Na de, térjünk rá arra, ami a legfontosabb, az asztali setup. Ami maradt, az a főmonitorom, még mindig egy LG 27GL850, 1440p-s 144 Hz, imádom, lesz is már róla egyébként egy bemutató videó. A második monitor az szintén maradt, egy Samsung F2380-as, 1080p, 60 Hz. Ami viszont változott, ide került harmadiknak egy nagyon-nagyon régi Sony monitor, hogy streamek közben, illetve videószerkesztés közben több mindent tudjak nyitva tartani. Nem egy jó monitor, borzasztó egyébként, de a célnak megfelel. A billentyűzet még mindig egy Logitech G815, brown switches egyébként, és még mindig imádom. Volt vele egy apró probléma, ugyanis vissza kellett küldenem garanciába, de egy hónap alatt teljesen hibátlanra megjavították. Ugye az előző egerem az egy Logitech G703 Lightspeed volt, viszont ezt lecseréltem egy G502 Lightspeedre, mert az előző egernek a görgője, hát elég érdekes dolgokat csinált. A fejhallgató szintén maradt, SteelSeries Arctis 7, viszont ami új lett még, az a mikrofonom, amit jelenleg is hallotok. Az új mikrofon egy HyperX Quadcast, nagyon jól le lehet némítani és állítható a hangereje, és egyébként szerintem jobb hangja van, mint az előző SM900-asomnak. Még januárban szerintem lesz is róla egy bemutató videó. Ami pedig még új itt az asztali setupnál, itt van egy vezeték nélküli töltő, mert a telefonom már támogat vezeték nélküli töltést, és amikor dolgozok, akkor így ide lerakom a telefont és tölt. Valamint hát a szék, amiben jelenleg is ülök, ez egy Lamdrup Apex Racer, hiszkes, lehet, hogy már le lesz cserélve egy olyanra, ami jobban néz ki, de egyelőre a célnak megfelel ez is. Valamint ott van még a stream kamera, ugye ennek a képét láthatjátok a streamekben, ez egy Sony Handycam PJ200, és ehhez nekem itt van egy HDMI kábel, ami belemegy egy Elgato Camlink 4K-ba, ami be van dugva a gépbe. És ha már szóba jött a gép, lekerült az asztal alá, ugyanis már nem fért el az asztalon a harmadik monitor miatt. Itt van a gép, itt is történtek kisebb fejlesztések, mondom is, hogy mi. A processzort hűtőt lecseréltem, ugye a gyári AMD hűtő volt rajta, de ez most már egy Silentium PC Fera 5 Dual Fan, arról egyébként videón meg lehet nézni. Valamint egy icike-picike RAM-ot is beleraktam még a gépbe, eddig 32 GB volt benne, most már 64 GB van, ugyanúgy 3200 MHz-es egyébként Crucial Ballistics. Minden más az maradt. A processzor az egy Ryzen 7 3800X, az alaplap egy Aorus B550M Elite, a videókártya pedig egy Zotac RTX 3070. Egyébként a setupnak ezen a részén csak dobozok vannak, amik ugye a termékek, amiket használok. Processzorhűtő, régi telefon, mostani telefon, egerek, SSD-k, mert mérne, kávé és Pringles. Fejhallgatom doboza, egy USB adapter, mert miért lenne egy USB adapterem itt. És a régi kamerám, a Sony A5100, már nem használom, mert hát lecseréltem az iPhone 13 minire, erre majd később. A cable managementem az ugyanúgy szánalmas, mint mindig is. Itt van még egy kameraállvány, egy ilyen telefonos adapterre, vagy mi a lószára rajta. Egy táska, egy szatyor, doboz, és másik doboz valamint egy laptop alaplappal, laptopnak az aljával, egy törött HDD-vel, minden van abban. Hogyha ebben a csodálatos rendetlenségben kigyönyörködtük magunkat, akkor áttérhetünk a videós setupra. Ugyanis mióta én a telefonommal videózok, nekem elég csak annyit csinálni, hogy megfogom ezt a csodálatos állványt, így lerakom ide, megfogom a régi telefonomat, azt így ide letámasztom, erre mindjárt visszatérünk, ide pedig bepattintom a főtelefonomat, az iPhone-t, ide hozom a széket, majd leülök és mondom a szöveget. Előzőleg mindig, amikor videózni akartam, nekem el kellett hoznom onnét azt a mikrofonállványt, ide kellett leraknom, kellett hoznom dobozokat, hogy a lámpát megmagasítsam, kameraállvány, rendes kamera, minden fél szobát át kellett tényleg rendezni, most viszont ennyi az egész, egy perc alatt megvan az videó setup. Azért kell amúgy oda az a második telefon, mert mindig, amikor a főtelefonommal veszek, én a főkameráját használom, mert mégiscsak szebb a képe, és AirPlay-en keresztül az androidos telefonra kiküldöm a képét és látom magamat. És hát akkor ez lett volna a 2022-es évvégi setup tour videó. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha így volt, nyomtok rá egy lájkot. Szerintem jövőre, 2023-ban elég sok változás lesz, mert már vannak tervek.
de nem szeretnék semmit sem leszpoilerezni, majd meglátjátok. Én viszont még szeretném megköszönni azt, hogy egész éppen velem voltatok, ugyanis ezt az évet 4000 feliratkozóval kezdtük, éppen hogy meglett, és 12000-rel zártuk, ami 8000 feliratkozó plusz, szerintem brutális, 10000 volt az idei cél, hát meglett. 2023-ban szeretném elérni a 25000 feliratkozót, eléggé nagy cél, de szerintem, hogyha így haladunk, akkor simán összejön. Köszönöm minden egyes csatornatagomnak, moderátoromnak, vagy akár csak nézőmnek azt, hogy támogattatok, velem voltatok, mert ez az év nélkületek nem lett volna ilyen hatalmas. De hát akkor boldog új évet kívánok mindenkinek, és 2023-ban találkozunk. De én már mentem, Andris voltam. Sziasztok!